Sipi úr, teljesen el vagy tűnve. Mi van az autósimogatóval? Időhiány van. Ha az embernek 2 darab gyermeke lesz, és ővelük is kell foglalatoskodni, meg még közben az egyéb munkaügyek vannak, akkor ne, kevés idő jut rá. Pedig igyekszem gyűjteni az alapanyagokat, amiből lehet csinálni, de még nem. Azt hittem, hogy kifogyott a Lidl, a mindenféle Parkside és egyéb. Sőt, hogy most jön föl, mert ugye nyílt külön Parkside üzlet. Igen, oda el kellene jutni, megnézni, hogy ott mik vannak, de az igazság, hogy sorbálni nem akartam, és sokkal izgalmasabb, hogy mi az, ami van mindig, mint mi az, ami nyitási akcióként van. Megnézni, hogy mi van. Az a baj, hogy van egy csomó szar, amit megvettem, hogy ki kéne próbálni, és még mindig nem próbáltam ki, nem teszteltem. De mindegy, nem is ez a lényeg, az a baj, hogy van olyan autó is, ami projektnek van, és még nem jutottam. És nem jutottam oda. Új beszerzés? Nem tudtak még róla. Vagy úgy általánosságban nincsen beharangozva. Elektromos? Van benne az is. Egy jó plug-in hibrid? Nem. Annyi, tehát, hogy olcsó projekt. Egy Prius. De arra én emlékszem, és az már nagyon régen is szóba került, hogy vettetek valami nagyon olcsó 3-as Priuszt? Kettest. Kettes Priuszt? Kettes Priuszt. És de miért? Hát figyelj ide. Igazándiból ez ilyen vásárfia volt. Tehát, hogy jöttünk haza Ausztriából, egy kis nyomi autót hoztunk haza, azt hiszem, hogy pont Esztinek, páromnak az autóját, és hozzunk még valamit így. Azért, lehet, hogy az égéstér hallgatói tudják, hogy Sipos úr nagyon bele van állva a trióba, ami a Mitsubishi Ion, Mitsubishi iMiV, Ion és Citroen C0. Tehát ez alapvetően egy Mitsubishi iMiV. Budapesten most elég sokat lehet látni belőlük. Ez a mérhetetlenül nyomorult formájú kis autó, én nagyon szeretem, de ugye félkör alakú, a klasszikus japán Kei Car kategóriába illik bele, tehát ilyen szinten Kei autó, mint amilyen az iMiV, olyan nincsen Európában. Tehát ugye vannak olyan autók, amik nagyjából a Kei autók európai megfelelői, de azokban nagyobb motor van. Erősebb motor, több köbcenti. Ebben ugye több köbcenti nem tud lenni, de a hivatalos kilowatt lóerő besorolása az annyi, mint a japán dogma. Tehát, hogyha ezt most visszavinném Japánba, akkor ez egy Kei kárnak minősülne teljes mértékben, míg mondjuk mit én a Maruti 800, az nem, mert 800-as, és nem 650-es. De igen, tehát ezek, és mivel Kei, ezért a hossza az nagyjából ilyen emberméretű hosszúság, de nagyon keskeny. Rossz a képaránya, igen. Igen. Tehát így össze van nyomva szegényként, mint régen, amikor a televízióban leadták a mozi filmet. És akkor, ha nem volt alul-föl széles fekete csík, akkor mindenki összement egy kicsikét. És ez nagyjából mai napig a magyar piacon elérhető legolcsóbb elektromos autó, gondolom. Mármint a modernebbek közül. Pont azon gondolkoztam, hogy te kell-e mellé ez a kiegészítés, de igazándiból nem, mert más sem nagyon kapsz meg olcsóbban. Ezek is olyanok, hogy amik már eléggé le vannak harcolva akkumulátorilag, azok bőven a 2 millió alá becsúsztak már. De az gyakorlatilag a használhatatlanság szintje környékén jár, mert 40-50 km hatótávval eljárkálsz városba, de hogy így kb. Ennyi. Ezt gondolom én, gondoltam én is nagyon sokáig. Ezekben a villanyautókban, különösen a szegényházi részében, ezek az alsó kategóriás villanyautók, amik egyébként valamikor a villanyautót jelentették, és most mindegy, hogy most 100 kilométer, vagy 60-70 kilométer a hatótávja, de hogy mindenképpen az a hatótáv, amire azt mondja az ember, hogy az nem jó semmire, hiszen az nagyon kevés. És akkor, mikor elkezdett használni, kiderül, hogy azért igazándiból de, és erre a 70-re is azt gondoltam volna, hogy ez nem igazán jó semmire, és de még az is lehet, hogy ez volt az osztrák túr. Nem, ez egy másik volt. Amikor hoztunk az egyik ismerősnek egy olyat, amelyiknek nagyjából 50%-os az aksia. Tehát tényleg ezt a 70 km hatótávot tudja. És agglomerációból kell, arra lett véve, hogy tettek a napelemet a házra, és Priuszt váltott ki, a felesége azzal járt be Kerepesről az Örs vezértérre minden nap,
és az Priusnak az egy kellemes dolog, azt így nagyjából ilyen 4,5 liter környéki fogyasztással meg tudta csinálni, de hogy akkor legyen helyette ez. És ugye egy ilyen oda-visszát simán kényelmesen meg tudsz csinálni. És utána még töltögetsz, még csinálsz, jössz-mész. Egy év után kiderült, hogy abban az autóban úgy, hogy 70 km hatótávon ők beletettek 10.000 kilométert. Az kemény. Hát aki ki tudja használni, persze. Valószínűleg az a titka, hogy mindig rá kell dugni, amikor hazamegy vele. Igen, nem? Ott már nem szórakozol azzal, hogy csak 80%-ig töltöd, vagy akármi. Igen. Föl van töltve, és ha hazamentél, akkor megint fölteszed tölteni, és stb. De hogy igazándiból így kijön az, hogyha minden nap mész 50 kilométert, akkor az egy hónapban már 1500. és akkor ki lehet számolni, ja, hogy persze. Hogy 10.000 kilométerre ez a amit megspórolt üzemanyagon, az ilyen 3-400 000 forint nagyságrendje, ja, vagy a fölött, és a 1,5 millió forintos autó, mit tudom én, 3 év múlva majdnem, hogy nullszaldósra jön ki. Visszahozta az árát. Igen. És most láttam egy Facebook csoportban, hogy tesznek bele más akkumulátort, és akkor igen. Ilyen 250 kilométeres hatótávot tud csinálni az igen. Autó. Ezek azok, amik így nehezen követhetőek. Mert nemrég arról volt szó, hogy egy ausztrál társaságnak a technológiáját hozzák ide, és azt építik be autóba, és akkor tudja ezt a 250-300 km hatótávot 4 millió forintért. Ezt nem nagyon tudod megindokolni, hogy miért költenél ennyit egy olyan autóra, ami nagyjából ez a 2-3 millió forint között van. Most persze a nagyon leharcoltak keveset... Oké, nyilván akkor venni kell egy rosszat, akár egy tök akuhibásat 1 millióért, de ha arra rá kell költeni mondjuk 4 milliót, azért már kapsz egy jó kocsit? Igen. Tehát, hogy elektromos autóból is kapsz olyat, ami tudja ezt a hatótávot, és újabb, tehát mondjuk egy springet, egy használt springet. De most például kitette valaki, hogy igazándiból 2,5-ből is ki lehet ezt hozni. Nem, itt nem tudni, hogy ki, milyen szinten, milyen garanciával, stb. Mennyire van ez bevezetve, de 2,5 millió forintért már azért tud olyan ez együttállás lenni, hogy egy 250 kilométeres hatótáv, és a 250 kilométer az megint olyan nagyon kevésnek tűnik, hogyha az ember csak ne, benzines tízzel fejjel. De valójában az rengeteg, nagyon... hát figyelj, nem hinném, hogy bárki akarna pláne egy húzomba ülni egy ilyen autóban ennyi kilométert, tehát hogy ez nem arra van. Igen, tehát itt pont az a lényeg, hogy ez szigorúan városi használat, és azért ott nem gyűlnek olyan gyorsan. Nehezebben jön össze. Mondjuk az van, hogyha mondjuk te neked Vácról kellene bejárnod Budapestre minden dolgozni, vagy akármi, akkor már az el tud kopni egy napi használatban ennek a 250-nek egy jelentős része, de ami óriási jó dolog, hogy nem kell minden nap teletöltened az autót. Mindig van elég puffered. Tehát, hogy az egy nagyon jó dolog, nagyon sokszor elgondolkoztam rajta, hogyha nekem lenne 250 km hatótávon egy ilyen villanyautóba, akkor gyakorlatilag tényleg szinte soha nem kellene benzinesbe átülnöm, vagy dízelbe, és így is csak akkor van, hogyha Bécsig el kell menni. Magyarországon is azért már 100 kilométeren túl nem szívesen megyek elektromosan, mert azért a nyilvános töltés még mindig jelentős mennyiségű szopásfaktort hord magában, de itt a városban nagyon jól lehet. És mennyit fogyasztanak ezek a Peugeot, Citroën, Mitsubishi? A kicsikkel azért ilyen 10 kilowatt környékén meg lehet. Tehát akkor az kimondottan jónak számít, meg a mai, tehát annak ellenére, hogy ez egy régi technológia, annyira pici meg könnyű az autó, meg kicsi az aksi benne, hogy ez pont tud hozni egy jó fogyasztást. Hát az aksi újkorában tudott 15 körül. Uh-huh. Tehát akkor se tudott 200 kilométert menni, igen. Akkor is arra is azt mondták, hogy a reális hatótávod ez a 130-140 kilométer. Most azok a darabok, amik ilyen nagyjából jó állapotban megőrzött akkumulátorral jönnek, mennek, azok még mindig tudják ezt a nagyjából 100 kilométer hatótávot, mert viszonylag jól fogyasztanak, most értelemszerűen nem klímázva, nem fűtve. A fűtés az rengeteget felemész. Valaki gyártott is hozzá ilyen külső motoros fűtést. Ez is egy projekt, hogy szereztem bele állófűtést, dízel állófűtést, amit a vízkörre lehet rákötni. És akkor onnantól kezdve ez már nem egy probléma. Igazándiból a klímát én simán nélkülözni tudom, most is úgy jöttem be, hogy nem klímáztam, mert amíg nincsen 35 fok,
és most még délelőtt nem volt annyi, addig ez annyira picike ez a kaszni, hogy nincs igazán meleg benne, két pillanat alatt átszellőztetem, és ez nagyjából egy robogó pótlétnak lett véve. Elengedem az összes ablakot, köszönöm szépen, fúj a szél, és én szeretek így autózni, más kérdés, hogy körülbelül emiatt állt be a vállam, mint az állat, vagy nem, nem tudni, de hogy a fűtéssel az a baj, hogy ez ugye még nem hőszivattyús, hanem van benne egy nettó elektromos merülőforraló, és az vesz ki sokat belőle, és ugye ez is egy olyan dolog, amit addig, amíg nem kezd el az ember egy ilyen jellegű villanyautót napi használatban használni, addig nem érted, hogy kiírja neked, hogy 100 kilométerre hatottál, bekapcsolod a fűtést, 80. Szívrohamot kapsz. Igen. És ugye ő az alapján számol, hogy most éppen mennyit fogyaszt a fűtésed, és amikor mínusz 5-ben elkezdi fölfűteni, akkor ő teljes gázzal fűti föl magát. Ez és egy ilyen teljesítményű fűtés? Hát ezt most meg nem tudnám mondani, de igazándiból mindegy. De ez 1000 wattokról beszélünk. Igen, igen, hiszen ő nem a 12 voltos rendszerről megy, hanem a nagy aksiról szívja az áramot rögtön. És a gond az az, hogy ugye nem, ha nem érted, hogy hogyan működik az autó, hanem csak nézed a tippelőjét, akkor elhiszed neki, hogy akár ennyit is el tudsz menni, meg azt is, hogy de csak ennyit tudsz elmenni. És baromira nem mindegy, hogy mondjuk én délelőtt 10-kor bejövök a városba 16. kerületből, vagy délután 5-kor visszamegyek. Mert befelé, amikor mondjuk a M3-as bevezetőn jövök így, és megteszem az utat mondjuk 4 óra 20 perc alatt, sokkal kevesebbet kell időben fűtenie, mint amikor hazafelé ugyanez 3-4 óra. Kilométerre vetítve sokkal rosszabb a fogyasztásom, mert sokkal többet ülök az autóban. Tehát hogy egy elektromos autónál ezeket sokkal hamarabb észreveszed, hogy mivel rontod el a hatékonyságát éppen az autódnak. Hiszen annyira jó hatékonyságú a villanymotor benne. Igen. Hogy ugye egy benzinesnél egyszerűen nem tűnik föl az a minimális különbség, hiszen igen, olyan vesztesége van a motor működésének, hogy igazából ahhoz képest minden egyéb fogyasztó az marginális. Igen, illetve hogy ez a benzinesnél is megvan, tehát hogyha az ember ott figyelné, vagy a dízelnél, hogy milyen hatótávot ír ki, és mondjuk kiír neked egy 500 kilométer, de mondjuk fölmész az autópályára, szembeszél van, akkor igen, az is radikálisan le tud csökkenni. Igen, de csak senki nem érdekel. Ez annyira nem érdekel, mert könnyen meg tudod tankolni, vagy legalábbis nem is. De nem is, de tényleg nem veszed észre. Erre összpontosítasz. Mert a szembeszél, az mondjuk egy 6 literes fogyasztásnál mennyit fog okozni, ha nem orkán van mi? 3 deci? Maximum. Majdnem, hogy a kerekítési hiba határon belül van. Ugyanez meg villanyautónál, hát akik nagyon régóta villanyautóznak, és mondjuk nem csak ilyen kis nyomorultal, aminek az első gumi azt hiszem 145-ös. Tehát azon kevésbé fogod valószínűleg észrevenni az eső, a víznek a hatótáv csökkentő hatását, de hogy azt mondják, hogy amikor zuhog az eső, és fölmész mondjuk az autópályára vagy autóútra, akkor az, amennyi energiát azt fölemész, hogy ki kell szorítani a maga alól a vizet, amennyivel sűrűbb a levegő a benne levő vízcseppek miatt, és ezért nagyobb a közegellenállásod, azt egy elektromos autónál már sokkal hamarabb is működtetni kell. Na, ezek azok, amik ugye mind nem számítanak annyit, mert ott az meg a 12 voltos rendszerről megy, és az is fogyasztó, de azért az annyit nem számít. Tehát amikor mondjuk, hogy lekapcsolom a hifit, ember, az nem számít annyit. Tehát, hogy ez nem ezen fog múlni, meg hogy most fölkapcsolom a világítást, oké, kétszer 55 watt az valamennyit számíthat, de igazándiból nem ez okoz jelentősebb fogyasztást. Igen, de és ellenállás, közegellenállás, ez az igazán jelentős. És akkor most a 13 perces kitérő után most már tényleg megkérdezem, hogy miért vettetek Priust, amikor egy ilyen trió autót hoztatok haza, de azért előtte a rendkedvéért elmondom, hogy itt van velünk Sipor Zoltán, alias Sipi, és Balogh Bence, én pedig Szentkuti Ákos vagyok, ez itt az Égéstér. Szóval Prius 2, jöttetek haza, és egyszer csak megláttál az útszélén egy Prius 2-t, és... Kihívás, a hirdetések közt megtaláltam, és érdekesnek tűnt, jó kihívásnak tűnt, és amikor odaértünk, akkor kiderült, hogy ez az még viccesebb, mint egyébként gondol az ember. Priust Ausztriában nem szívesen vennék. Sok mindent nem vennék szívesen Ausztriából, nem kimondottan a Prius nem, de hogy a rozsda miatt. De ez Bécs.
az meg nem a hegyvidék. Viszont cserébe egy albán bevándorló fiától vásároltuk meg az autót, ami egyébként egy ex-taxi. Tehát, hogy jelentős kihívásokkal küzd a dolog. Viszonylag jó áron sikerült megvenni. Úgy voltam vele, hogy annyit bármikor el lehet adni, de sosem volt Priuszom. És a Prius, a kettes Prius nekem nagyon tetszett. Hát én ebből az, egy jó állampolgár vagy. Fene, tudja, én szeretem a kettes Priusnak a formáját, de én szeretem az egyes Octavia formáját is. És volt sokáig egyes Octavia kombim, és nagyon szerettem is. És egyszerűen kíváncsi voltam, hogy milyen a hibrides lét. A plug-ines hibrides létre kíváncsibb lettem volna, de azt most már nincs értelme kipróbálnom egyrésztről. Másrésztről meg nekem bebizonyosodott, hogy tisztán elektromosból a mindennapjaimnak a 95%-át meg tudom oldani. Tehát, hogy nagyon sokat. És abból is egy olyan elektromosból, ami a legalja az egész műfajnak. Igen. Nem, jó, értelemszerűen nem a 70 km-es hatótáv, de igen. És a Prius egyszerűen így kihívás volt, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen, mit lehet bőle kihozni, és hogy... De melyik része a kihívás, tehát valami olyan hibája volt, amit meg kellett fejteni? Nem. Nem csak, hogy egyáltalán megérje. Klasszikus check engine, de azt megnéztük az katalizátor, tehát kiütötted, és akkor utána nem jön vissza jó ideig. Kicsit így leharcolt az autó, de látszik, de hogy látod benne, hogy ebből azért még lehet egy jól használható napi futkorászós autót csinálni. Megcsinálom, eladom. Semmi. Tehát, hogy ez ilyen hobbi szint. Kíváncsiság, illetve az is fölmerült, hogy esetleg legyen ez a elektromos autók melletti használós autó, amiről aztán bebizonyosodott, hogy olyan szempontból jó, hogy Esztinek 20 nem tudom én hány éve van jogosítványa, de nem nagyon vezetett, és akkor beült az elektromos autóba, és behúzott D-be, jössz-mész, tényleg egy másfél-két hónap alatt belerázódott úgy a dologba, hogy most már érzem mellett, hogy én vagyok a lassú, mert most ő van az autóvezetési tanulási görbének azon a részén, amikor még mindenhova gyorsan kell menni. Meg van bizalma. Az is jó, igen. Meg te figyeled a hatótáv kompjútert mindig. Figyelj, de a hatótáv őnál, nem tudom, hogy ez a kevés autóvezetés, vagy egyszerűen a női agy másképpen működik, de másoknál is láttam, hogy elkezdte, amit neki vettünk, az ez a 90 km hatótáv környéki C0 volt. És akkor jó, megy ide, megy oda, és akkor elment ilyen baba bőrzékre, hogy a kölköknek ezt venni, azt venni, azt venni, és kérdeztem este, hogy és hol voltál? Hát elmentem Dunakeszire, aztán Soroksárra, és onnan haza. De hogy? És hol töltöttél? Én sehol. És hogy jöttél haza? Hát 5 kilométerrel. Tehát, hogy... Tök jó. De mi? Hát ott ki volt írva? Mutatta a vezet. 15 kilométer, mire hazaérek. Van 20 kilométer hatótávon. Akkor? És ez az, ami akinek emberfüggő nagyon. Igen, rá van állva az agya a benzines dízelre, az tudja, hogy ilyen hatótávot akkor ír ki a benzines dízel, amikor már vörösen ízzik a menny tankolni mutató. Tehát, hogy ilyen számokat nem látsz magad előtt, és ettől beparázol. Ő nem. Mm. De hogy így nagyon hozzászokott, és elkezdett sokat jönni-menni, de kéziváltóssal kevesebbet. És akkor a Prius ilyenre tök jó. Behúzod ugyanúgy D-be, és jössz, mész vele. És akkor el tudsz menni messzebbre is, hogyha kell. De az időhiány miatt a Prius projekt az arrébb van. Tehát, hogy még mikor, nincsen minden mikor indult? Ez nagyon régen hagyjuk, volt. Hagyjuk, két éve. Két éve? Két éve, de már újra kellett vizsgáztatni az autót. De akkor ez egy teljesen műszaki képes autó, tehát abszolút. Nem úgy képzeljük el, hogy ez ilyen építendő, hanem csak, hogy nem olyan szép, vagy nem olyan megnyerő így elsőre. Nem, tehát hogy ránézel, és nem tűnik rosszabbnak, mint bármelyik Prius az utcán, csak tudod, hogy amilyenbe te beülnél, amilyen állapotban te használnál egy ilyen autót, az nem ez. Nem ez, igen.
És hogy, hogy vannak apróságok, hogy minden ajtónak a kitámasztója fos, és visszaesnek az ajtók. Hogy, taxi. Hogy igen, hogy, hogy, hogy a, az ablakemelő gomb az egyik nem jó, hogy a kormány átvezetőben nem működik a tempomat. Apróságok, sok-sok apróság, meg szarul szól a JBL hifi, mert elmállott a hangszóróknak a habpereme. És ezeket mind meg lehet csinálgatni, meg időnként elmegy a műszerfal, de hogy semmit nem mutat. Van benne egy kondi, ha jól emlékszem, egy kondi, ilyen megvettem, azt hiszem, hogy 50 vagy 100 forint volt. De ahhoz ki kell szedned az egész műszerfalat, és kettőt forrasztasz, visszarakod, és jó, és működik, de egyébként, ha és elmegy, ezt nem csinálják meg sehol, nem? De ehhez kell az, igen, hogy te magad akarjál, igen, mert, ebben foglalkozni. Oké, kicserélni neked ezt az 50-100 forintos alkatrészt, de mire odáig eljut, ez egy 50 ezer forintos munkaóra, ezt legalább, igen, vagy igen, még igen, több. És ehhez képest, hogyha megvan, hogy bekapcsolod, 3 másodpercig nyomva tartod, 4-5-öt kattintasz, több megoldás van, hogy hogyan lehet visszahozni mégis a világítást, hogy mint régen a két nyomógombos kvarcolánál ott tudtál 8 funkciót mégis előhozni, hogy az egyiket 3 másodpercig nyomtad, másikat 2-szer hozzányítasz, és akkor megoldod. A hidden menü, a hidden menü. Igen, csitkódok. Hogy ezt tisztán csak ennyi, egyszerűen kíváncsi voltam rá, hát figyelj, itt a TSZ szerkesztőségben, ugye volt a Karottának, volt... Az Antinak, és van a Horváth Antinak, Máténak, és a Horváth Máténak. Máté nemrég költött rá 5 kilót. Bár lehet, hogy a felesége hallgatja azt a műsort, és akkor nem költött rá semmit. Igen. Sokaknak, ő meg a, hirtelen akartam mondani, Alohának is volt Priusza. Tehát nagyon sok embernek volt Priusza, meg az ismertségi körben is, de engem valahogy sosem fogott meg, nem akartam Priuszt magamnak, és egyszerűen kíváncsi voltam rá, hogy ez már ma, és ugye mindenki azt mondja, hogy nem mindenki, de sokan mondják, hogy az elektromos autó az hülyeség, a hibrid, meg a plug-in hibrid, az a megfejtés minden problémára. És akkor erre kíváncsi voltam, hogy az, ami az átlag magyar 15 éves korú felhasználónak elérhető, ez a körülbelül 2-es Prius kategória, hogy az micsoda. Ezek most ilyen másfél-két milliós kocsik? Igen. Körülbelül ott vannak. Érdekes. Tehát például sajnos nem ültem azóta másik Priusban, de hogy annak ellenére, hogy felszereltségben meg mindenben sokkal több, mint a nyomi autók, de azért az összeszereltségi minőségérzetben nem jobb, sőt. Tehát nem tudom miért, de hogy zörgősebb, lötyögősebb, jobban érződik rajta a futott kilométerek, meg az eltelt éveknek a száma. Ez is olyan, hogy 300-nál megáll, vagy valami ilyesmi? Nem tudom. Szerinted mennyit mutat az órája? Mondom, 205-öt. Körülbelül annyit, igen. És így, most annyi? Nem annyi? Nem tudom. Voltak benne olajcsere matricák, az alapján annyi. De a lehető legkisebb esélyt látom arra, hogy... hogy ez reális, igen. Nem tűnik valószínűnek, de ugye, mivel városi autó, ezért nem tudsz kiindulni se a kormány, se a pedálok állapotából, mert hogy ezek meg itt extrém módon tudnak fogyni. De tudod, valami kiindulási alap tud lenni, de például pont nyomi autóknál van az, hogy láttam már olyat, amelyikben volt 100 000 kilométer, és hibátlan a bőrkormány. Igen. Nincs luk a szőnyegen, és az enyém, amit megvettem, kicsit megmállott a bőrkormány, és lukas volt a szőnyeg 20 000 kilométerrel. És tuti 20 000 volt, mert ott volt a szervizkönyv, a német papír, a minden, és láttad az egész autón, hogy annyi, de másképpen volt használva. Más adonogatásomnál volt ez, hogy a cégbe vettek két 207-es 1.4 dízelt, és az övé az a 250 000, vagy nem tudom mennyi után is patika volt belül. Amit a kollégája használt, az ugyanaz, amit mondasz, hogy málások, kopások, egyszerűen ugye ez függ attól is, hogy van egy ilyen izzadság, kipárolgás, ki hogy használja. Takarítod-e azt? Hogy takarítja, igen. Foglalkozol-e, igen. Úgyhogy, de nem a hibrid a játszós autó, vagy a játékautó irány, hanem az elektromos. Én nagyon szeretem ezt a dolgot, ez egy kicsit olyan, mintha veteránoznál. Milyen szempontból? Olyan szempontból, hogy
úgy foglalkozni kell. Ja, értelek. Amikor egy ilyen kis hatótávú autóval autózol, akkor így, ugye ez nagyon többet kell törődni a technikával, mint hogy úgy beülsz és mész. És kulcsal indítasz. Nincs nyomógomb, kulcsal indítasz. Az egésznek a belső egy kicsit olyan egyes Swift, vagy magyar Swift életérzés, csak egy picivel talán masszívabban megépítve, de hogy így utána olvasol, hogy nézegeted, hogy egy kicsit odafigyelsz rá, bizonyos szempontból meg forma egy, mert telemetriát nézegeted, mihol melegszik, mennyi figyeled, hogy most akkor lejtőn lefele mész, vagy emelkedőnek fölfelé, és akkor úgy kell kiszámolnod a mindeneket. Tehát, hogy ilyen szempontból egyébként az én általános hozzáállásommal ez szembe megy. Tehát, hogy én nem vezetek Excel táblákat, és nem szoktam megfontoltan vezetni. De ugyanakkor ez most egy ilyen szempontból érdekes dolog, hogy igen, és akkor erre oda kell figyelni, kicsit jobban oda kell figyelni a guminyomásra. Tehát egy csomó olyan dologgal kell foglalkozni, amivel egyébként egy normál autóval, normál használat közben nem foglalkozik. Itt többet gondolkozol az autóval, és akkor jó, akkor még szeretnék egy kis hatótávot, akkor beépítünk egy állófűtést, ha akarunk, vagy programozom este, hogy reggelre fűtsön, meg nézel a cellákat, utána olvasgatsz. Tehát, hogy jó, de minden autóval lehet ilyen hozzáállással élni. Lehet, de egy hétköznapi autóval nem, mert nincs mit foglalkozni. Beülsz, elindítod, mész, időnként elviszed a szervizbe, és kész. Itt is lehet így közlekedni vele, csak ha meg akarod érteni, hogy mit miért csinál egy elektromos autó, és miért úgy, akkor egy kicsit jobban belemászol, és akkor Ha találkozol egy olyannal, amelyiknek kicsit össze vannak puszálódva a cellái, én most pont egy olyannal járok, amelyik 20% töltöttségig teljesen patent. 20% alatt az egyik cella így beesik. És hogyha a csillagok úgy állnak együtt, akkor simán elmész 10% töltöttségig. De ha nem, és ezt meg kell fejteni, hogy milyen terhelés mellett, milyen hőmérséklet mellett, mi mellett, előfordult, hogy 17-18%-nál, hogyha éppen megy a fűtés, a klíma és nagy gáztatsz, akkor kidobja a teknőst. És akkor próbálod megfejteni, hogy miért ezt csinálja, hogy ezt csinálja. Van olyan közös ismerősünk, nem mondta, hogy nevesíteni lehet, de ő is beleállt, összerakott magának egy hibás villanyautót, ő egy 500-as Fiattal csinálta ezt meg. Ő neki a munkaköre is ez, de belemászott, és akkor, hogy akkor hogyan balanszolunk cellákat, hogyan nyúlkálunk bele a BMS-be, a nem tudom, tehát ez egy olyan dolog, ahol viszonylag kevés olajjal a körmed alatt is elég sokat tudsz foglalkozni az autóval, mert érdekes tud lenni. Én nem vagyok mérnök, és nem értem annyira ezeket a dolgokat, és a kilovatot meg a kilovattórát a mai napig is keverem, de érdekes, jó pofa dolog ezt látni. És van ezt én meg egy csomó ismerős, beül, elfordítja a kulcsot, használja. Tehát nem muszáj, de lehet. De miközben lehet. Azt gondoltuk, hogy ha majd ez az elektromos világ jön el, akkor már teljesen megszűnik a kapcsolatunk a járművel, meg a mint egy mechanikai olyan eszközzel. Mennyiségű rossz tévképzetünk van, hogy ez nem igaz. Ha eljön és mindenki platformra épít, meg mindenki ugyanarra elektromos hajtás, és elektromotor lesz benne, meg akkumulátorban mindegyik egyforma lesz. Facelift előtti nyomja autó, facelift utáni nyomja autó, nem tud összevetni a kettőt. Pedig csak annyi van, hogy másfajta akkumulátor van benne, más motor van benne, meg egy kicsit más szoftver. És a két autó nem összevethető. Másképpen hűt, fűt, mindent másképpen csinál, másképpen gyorsul, mindent máshogy csinál. És miért kell venni faceliftest? Azt mondják, hogy a faceliftes, tehát ha most nekem azt mondanák, hogy vehetsz bármilyen nyomi autót, akkor facelift utáni iMeave-et vennék. Mert abban 88 cella van, már a jobbik fajta, kevésbé degradálódó akucellák, és kakuszi haveromnak ilyenje van. Ő neki még most is a 8 éves autó simán tudja a 140 km környékét hatótávban. Úgy, hogy közben a cellák közti különbség gyakorlatilag
majdnem, hogy 10%-os töltöttségig ilyen 20 millió volt környékén van. Tehát nagyon, nagyon egyben van a pak. Ha franciát veszel, abban csak, tehát akár Citroen-t, akár Peugeot, abban csak 80 darab cella van, mert hogy azzal is tudta az eredeti megugrandó specifikációt, viszont 8 cellával olcsóbb tudott lenni az autó. És ugye nem mindegy, mert hogyha a Mitsubishi gyártja neked az autót, és neked ezt el kell adni, akkor valahol képezned kell az árrést, és úgy tudod csinálni, hogyha nem pont ugyanazt árulod, mint a másik, ugyanannyiért, vagy egy kicsivel olcsóbb. Meg mondjuk pont a legdrágább részén spórolsz. Igen. Igen. Tehát, a franciáknál az aksi volt a legdrágább. Ilyen leasing aksi, ugye? Az csak az OE. Nem merem ezt mondani. A Leafnél volt? Azt nem tudom, az OE-nál biztos, hogy volt. Nem, de már találkoztam béraksissal az osztrák piacon. A kicsiknél elméletileg nem, de mondom, már Leafnél is találkoztam olyannal osztrák piacon, hogy bérelt akkumulátoros Leaf. A Zoéknak nagyjából a újkorukban 100%-a lehetett, vagy nagyon-nagyon kicsi része, amelyik nem, de az összes többi az ilyen bérelt akkumulátoros volt. Ezek saját aksisok. Tehát ez ilyen szempontból jó, hogy nem tudsz abba belenyúlni, hogy egyszer csak letiltják az akkumulátort, vagy megjelenik nálad valaki, hogy jó napot kívánok, ez a banknak az akkumulátora, hogy ezt vinnénk. Ez általában saját akkumulátor, de az ideális, az egy facelift utáni IMEV, aminek van távirányítója, tehát tudott ütemezni a töltést, tehát ha mondjuk egyszerre menne a házban otthon minden, akkor tudod azt mondani, hogy csak éjszaka, mit tudom én, 2-től kezdjen el tölteni, vagy azt akarod, hogy a lehetőleg jobb legyen a töltöttségi szinted, amikor beülsz az autóba, akkor meg tudod mondani, hogy hányra töltsön föl, tudod távirányítóval indítani a klímát, meg a fűtést. Ez olyan kényelmi dolog, ami azért egy nagyságrendeket javít a felhasználási élményen. A franciáknál ritka, ott is előfordul, de ott általában nem rendelték meg hozzá. Az IMEV-nél meg azért ez benne szokott lenni, IMEV-nél mind a két első ülés fűtött. Tehát van sok apróság, amiben jobb a japán egy IMEV. Ja, és ha ideális világban léteznénk, akkor amerikai piacost vennék, mert az szélesebb. Az de mennyivel? Ez 10 centivel szélesebb. Az csak sok. Igen. Az nagyon sok. Ez a másik karosszéria akkor, az nem? Pesten is van egy-kettő, egyszer nagyon szívesen kipróbálnék egyet. White body. Az olyan, annyira, hogy az két ablaktörlője van. Ha. Óriási. Tehát, hogy nem csak egy ablaktörlő, ha másik, ez itt parkol a szélvédő szélén, és így törölget. Szélességjelző van a sárvédőben elől. Az mondjuk menő. És ránézve az autóra, és így nagyjából autó arányai vannak. Amint tetten lehet érni, hogy műszerfal, és műszerfalból nem csináltak széleset, ezért van 2-5 centis ilyen műanyag betét. Toldat, vagy ilyen keret. Szélén, ami nem fáj a látványa, mert igazán csak feltűnik. Elmegy mellette. Azt nem tudom, hogy az üléseket is széjjelebb tették-e, meg a padlólemezt is, vagy csak egyszerűen betoldottak, és annyival távolabb van az ajtó, de én azt tippelem, hogy ez a padlólemez az maradt ugyanott, és az ülések is ugyanott vannak. Tehát ugyanúgy válvál mellett ültök egymás mellett, csak van egy kicsi 5 centi plusz hely. Hely, igen, de, igen. De hogy a szélességben az úgy jól néz ki, meg egy kicsit ugye a csomagtartó is nagyobb, egyébként ja, a nyomi autók legnagyobb előnye a csomagtartója, amire elsőre azt gondolt, hogy nincs. De mi úgy, hogy két felnőtt, két gyerek, Isofix talp, ülés. Úgy tudtunk úgy elmenni, városba jönni, menni, játszóteret megnézni Covid időszak alatt, hogy betéve hátra az esernyőbe a kocsi, meg a műanyag kis motor abba a csomagtartóba, ami szinte nincs. Viszont, ha én megyek be a városba, és viszek be magammal sok karton árut, én volt úgy, hogy egy ilyen nem nagyon megrakott raklapnyi árut be tudtam rakni. Sőt, volt olyan, hogy ilyen eldobható raklakból kettőt magam mögé tudtam tenni az autóban, mert teljesen síkra lehet hajtogatni az ülését. És hát nincsen túl rajzolva a külseje, tehát egy doboz. Igen. Sokkal dobozabb a belseje, mint az kívülről látszik, tehát gyakorlatilag függőleges az oldala, a hátulja is majdnem függőleges. De volt olyan, hogy belvárosban az egyik minisztérium mellett pakoltam ki, és két ilyen tologatós kiskocsinyi árut vittem ki belőle, és akkor a másodikat kezdtem el kipakolni, akkor a posztos rendőr odajött,
behajolt a kocsiba, hogy ezt most tényleg onnan pakolom neki, mert hogy ezt így nem... Nem férhet bele. Ez tényleg az egy boholc autó, amiből így sorra szállnak ki a boholcok. Nem az van, hogy valahol a földben így van egy ilyen, tud, ilyen titkos rekeszek, de nem. És hogy a Leafbe se tudok olyan kényelmesen pakolni, az Zoéba se lehet olyan kényelmesen pakolni, mint ebbe a kis nyomorultba. Tehát elképesztően jól használható autó. Egyik haverom még úgy vettek egyet, hogy kutyáznak, tehát lehajtják a hátsó ülést, akkor befér a nagy kutya, befér a mountain bike, és ők például úgy járnak vele, hogy egy ilyen 100 km környéki hatótáv, reggel innen Óbudáról elmennek Szentendrére, meg vissza, utána kicsit visszateszik tölteni, akkor utána még elmennek Pilisszentlászlóra, meg vissza, és ilyen napi 100-150 kilométereket beleraknak az autóba. És ők kiszámolták. És megint csak spórolás, igen. Igen. Tehát, hogy az olyan mennyiségű pénz, tehát, hogy azt így kiszámolod, hogy az évi 30 ezer kilométer, az már a milliós nagyságrendnél tartasz üzemanyagban. És akkor még a szervizről nem beszéltünk, ami meg szintén rengeteget lehet azért. Ami értelemszerűen, ugye, hogy azt mondtad, hogy majd eljön az időszak, amikor az elektromos autónál semmire nem kell költeni, és ez lószart. Persze, annak is van, hogy van gumia, ugyanúgy fékje, persze. Hát meg van egy elektromos hajtása, abban is vannak, ha kevesebb, de van kopómozgó alkatrész, csapágy, van fedélzeti töltőd, van AC-DC átalakító, tudom is én. Tehát, hogy ezek... De jóval kevésbé van ezekkel baj, mint kevésbé a benzines autónak a mindenével. Mondják, hogy jó, tönkre ment a fedélzeti töltője a nyomó autónak. Nekem volt olyan iMave-em, amiben ott volt benne a számla, hogy osztrákok kicserélték benne a fedélzeti töltőt, 3600 euró volt. Tehát, hogy igen. És ehhez képest azért ezt már tudják javítani ilyen 2-300 ezer forint közötti nagyságrendben, ami még mindig sok pénznek tűnik, csak miközben a műhely szomszédomban zajlanak az autójavítások, így látod, hogy ez egy időszakos szerviznek a kis tétel manapságra már. És hogy amikor egy nagyságrendileg ekkora, tehát nem karbantartás, hanem javítási munkálat van egy autón, ott ennek a többszöröse tud elmenni, de ezzel együtt nem igaz az, hogy nem kell rákölteni, mert van, amire kell költeni, igenis, hogy tönkre tud menni ezen is dolog, és igen, van futóműve, van ajtaja, van zárja, egy Teslának van kilincse, tehát hogy számtalan olyan dolog van, amire kell majd költeni, amire kell figyelni, de a karbantartási költség az tényleg az minimális. Nagyon-nagyon kicsike, nagyon kicsike. Pollenszűrő szinte. Igen, majd, hogy nem. Tehát a javarészét ezeknek a dolgoknak otthon el lehet végezni. Ki kell takarítani a féket, mert hogy ugye annyira keveset fékezel, hogy sokkal hamarabb fog egy féknyereg megszorulni, és csak a dugattyú oldalon tolni. Ezeket meg tudja magának az ember csinálni simán, vagy de a bármelyik szervizben is viszonylag olcsón meg tudják. Ez nem egy akkora tétel. Jó játékautó, tehát kicsike is, játékautó is, így méretében. Én szeretem, és tényleg azt tudom mondani, hogy aki megteheti, hogy mert olyan az életformája, belefér, tud tölteni, mert ugye az is egy fontos dolog, hogy otthon tudsz tölteni. Tehát az, hogy nem az van, hogy az utcán kell töltened, ami kevésbé kényelmes, mert ugye, hogyha van 250 km hatótávod, akkor egy héten töltesz egyszer, de, vagy kétszer. De ha van 100 km hatótávod, akkor lehet, hogy egy héten kétszer-háromszor töltesz. Ha vagy minden nap. Vagy minden, attól függően, hogy van. És vannak szerencsés helyzetek, de igazándiból az utcai töltés, az pláne amikor hosszan töltesz, és akkor fölteszed este 8-kor, és akkor reggelig rajta hagyod, de akkor lehet, hogy más is töltene. És akkor, tehát, hogy hát az olyan ember esetben nem egy kimondottan előnyös. Macerás dolog tud lenni. Igen. De persze az is van, hogy ha olyan helyre jársz dolgozni, akkor az irodaházban az akárhol tudsz tölteni. És ez mennyivel tölthető? Azt már mondtad? Most így hirtelen nem emlékszem. Azért is választottam ezt az autót annó például egy 500-as Fiat-tal szemben, mert hogy ezt lehetett villámtölteni, és tehát ez Csademón
tudod 20-80-ra tölteni, mint ilyen 20-30 perc alatt. Egyébként meg 16 amperes, 10-16 amperes 2-30-as töltővel is tudod tölteni, és azzal meg, mint tudod, ilyen 4-5-6 óra alatt, attól függ, hogy hány amperrel töltöd, föl tudod tölteni 100%-ra az autót. Tehát ez egy teljesen vállalható dolog. És tényleg az benne a vicc, hogyha van egy tisztességesen kiépített otthoni dugaljad, akkor nem kell feltétlenül egy töltőpontot kialakítanod otthon, hanem egyszerűen a 30-ról tudod tölteni. De nem kell különösebben foglalatoskodni vele, hanem működik. És ha valakinek megvan ez az együttállás, és egyébként az a vicc, hogy ha jobban belegondolsz, az Magyarország lakosainak, ha nem csak Budapestben gondolkozunk, a nagy részének megvan, mert ha vidéken laksz, akkor is nagyon sok helyen megvan. És a napi rohangászásra ez bőven elég tud lenni, és az benne a vicc, hogy nekem a klasszikus autó buzi belsőmnek tud a legnagyobb élmény lenni, hogy beülsz reggel a hideg autóba, és nincs az, hogy még egy kicsit kattog, még hideg, még ne terheld. Még csak 5 kilométerre kell elmenni. Tehát ezzel mind nem kell foglalkozni, nem az van, hogy akkor most a hidegindításokkal tönkreteszem az akármi, hanem beülsz, mész, megállsz, beülsz, mész, megállsz, semmi, nem kell foglalkozni semmivel. Meg hogy gyakorlatilag az alulmotorizáltság fogalma is megszűnik ilyen villanyautós. Hát, ugye ezzel a kis kultúrkörben, nyomingerrel, ugye ez hivatalosan 64 lóerő. De rátettük már padra, de egyébként a... meg lett dinózva. Igen, de a fedélzeti diagnosztikával, tehát hogyha OBD-vel nézed, akkor ott látod, hogy hány kilovatot veszel ki éppen az aksiból, és akkor hát ezt nem nehéz kitalálni, hogy akkor most van. Ilyen nagyobb, 84 lóerőre felugorik. Akkor, amikor odatolod neki, és érdekesen van programozva, tehát nem tudsz állórajtot nagyot venni, hogy pontosan miért, azt nem tudni, de például itt is gondolom azért, hogy nagyon rajta gumi. Meg biztonsági okokból is. Hátulhajt. Tehát nem kapar el a gumit, igen. Feltétlenül, bár mondjuk kanyarban, ha hirtelen kikanyarodsz nedves úton, akkor az elrakja a seggét, és olyan kormányszöget van, hogy hóba akkor át tudsz driftelni vele, mint semmivel. Tehát, hogy ez tényleg így van. Sibi úr játszós autója, igen, az IMEA-k. De hogy amikor már így gurulsz, és a rendes városi forgalommal együtt mész, akkor azért meglepőeket tud gyorsulni. Tehát 84 lóerőd, amikor így odataposol, és van 200 Nm-ed. Az azért bármilyen belső égésű motoros autónak, amikor így hirtelen le akarod hívni a teljesítményt, az becsületére válna. Tehát az ott nagyon szépen, nagyon klasszul lehet vele menni, tehát alulmotorizáltnak nem lehet. Na azért mondom, igen, tehát hogy azért nekünk ez is fontos, hogy azért legyen egy dinamikája az autónak, és ezekben mindegyikben megvan. Tehát még mennyire jó, hogy nem vagy feltűnő, amikor driftelgetsz vele, hiszen gondolnál, nem egy bereszelt, felhergelt, igen, ez nagy kipu fogósával, mint ha csinálja ezt valaki. Ezzel szemben viszont bárkinek feltűnő vagy, és ennyi idegbeteg embert nem tudsz az utcán. Ja, csak önmagában a méreteddel és a rendszámú színeddel. Meglátja, hogy szarra kifordulsz, és még zöld a rendszámod is, azonnal meg kell előzni el. Annyi ilyen van, vagy ki kell menni eléd. Nagyon sok ilyen van, tehát hogy nemrég volt itt a Vörösvári úton, hogy így látszott, hogy dagadtak az erek a fején, hogy megelőzzön, és utána együtt mentünk, sőt az Árpád hídon én előztem meg, mert ő így elbambult, és én meg mentem annyit, amennyit szabad volt menni. És általában egyébként nem én vagyok az utolsó, mert ugye automata vált, vagy hát nem kéziváltós, nem kuplungos autóval azonnal lassan mész, és ekkorban tartod a műszert, akkor is nagyjából az első vagy mindenhol. Tehát nagyon jól lehet vele menni. Igen, méretére játékautó, de hát... De használható. Tudtam, milyen engem meglep. Igen. Na és akkor a Sierra-k most állnak? Ez a baj, hogy ugye van játszós autó, van játékautó, meg van játszós autó. Azt még nem is szerepelt olyan nagyon sokat, hogy 2 éve sikerült szert tenni egy 2.9 V6-ra, ami be van csövezve, és kicsit rendesebben meg van csinálva a futóm, és nagyon jót lehet vele autózni. De basszus kulcs eddig. Viszonylag sok helyre lehetett menni driftelni mondjuk, vagy így
játszani. Igen, játszósan autózni. Ebben a legjobb az FRT volt, ők kiskulacházán voltak, minden hónapban volt egy kiskulacházi esemény, aminek volt egy edzésnapja, és az edzésnapon déltől tudom, 5-ig autózhattál. De a Laszházi reptérnél ez most valamiért nem működik, és az FRT-nek van most is rendezvénye, de Kalocsa. Az azért odébb van. Tehát oda le kell... Le tudsz szólni. Ezért, tehát, hogy az egy kicsit macerásabb, nem egy tragédia ez se, csak nem mindig tudom beépíteni a hétvégén, most hétvégén is pont lett volna, de nem fért bele, mert nem fért bele. Úgyhogy kevesebbet megy az autója, és mit tudom én, ha elmenne az ember driftedzésre, az meg nem jó, mert ott meg nagyon sokan vannak, csomó, vannak olyan pályák, ahol már nem engednek driftelni, és a móka része ebben az, amikor mehetsz keresztbe is. Az FRT-be azt szeretem, hogy van egy általában repülőtéri pálya, ahova kiépítenek egy pályát, és ők az FRT az egy ilyen amatőr rally verseny, tehát ott ugye ők időre mennek, de senki nem szól neked, hogyha keresztbe mész, és hát akkor keresztbe mész, ahol csak lehet, hogy keresztbe mész. De van úgy, hogy azt mondja, hogy na jó, akkor most próbáljunk meg szépen autózni, megtalálni az íveket, jó, és akkor azt csinálsz, amit akarsz. Tehát tényleg azt játszhatsz, mint régen, a társasjátéknál megfordítottad, akkor malmozol, ha idefordítasz, akkor kinevet a végén. Tehát itt is ugyanazzal az autóval el tudsz bohózkodni mind a kettőt, de nincsenek annyit használva szegény autók, illetve a másik az meg karosszéria upgrade-en van, mert egy kicsit sikerült túltolni a könnyítést. És az automatikus korrózió könnyítést? Igen. Erre már Colin Chapman is csettintene, hogy... Az egyet máljunk meg. Ez már talán egy kicsit sok. És a kaszni már készen van, de a visszapakolása a dolgoknak az még nem zajlik. De hogy kevesebbet... Ja, és ugye mi nincs? Mostanában, nem ilyenkor nyáron, de télen. Hó. Hó. Igen, és így kell erősebb motor. De hogy az a baj, hogy amikor az ember elment régebben hókocsizni mondjuk valamelyik hegyre, akkor a hókocsizásnak az a nagy élvezeti faktora, hogy nem kell gyorsan menned ahhoz, hogy... Valami izgalmas történjen. Meg érdekes, nem tanuljál igen, belőle. Igen. Ezért nem is akartam soha összkerekessel menni, mert azzal viszont már azért lehet nagyot esni, ott lehet gyorsan menni. Hátsó kerekessel is lehet gyorsan menni, aki elég ügyes, meg elég bátor, azt tud gyorsan menni, meg olyan gumit tesz fel, meg egyébek, de itt az én szempontomban pont nem ez volt a lényeg. De hogyha ha meg csak egyszerűen tél van, és este, és fölmész oda, ott már azért gyorsan kell menni, és az én komfort zónámon kívül esik, tehát ilyenbe nem mentem bele. Tehát ez egyébként is, nem szabad ilyet csinálni, én se csináltam ilyet, senki nem csinált ilyet soha, és de nem is fogunk, tehát hogy egyáltalán nem történhet meg, de hogyha a hókocsizott az ember, akkor mindig az volt, hogy ha hó volt, akkor sokan voltak, akkor mindenki tudta, hogy ott nagyjából mindenki hókocsizik, nem nagyon, mivel hó volt, ezért ott nem ment senki. Tehát civillel nem találkoztam, mert ki a franc akart volna este, azon a részen. Nem, mert ezek ilyen este voltak, vagy... Igen, éjszaka. Éjszaka, tehát igen. Aki idióta volt, az neki állt 8-9 környékén is ott veretni, de ott akkor még volt normál forgalom, és mindenki beleállította az ütőt, hogy jössz szembe a keresztbe álló autóval, és oké, hogy az, aki keresztbe jön, az valószínűleg tudja, hogy mit csinál, de egy egyszerű hétköznapja... Azért mondjuk ez valóban nem egy... De ez, amikor apukánk, anyukánk, akárkicsoda jönne le, kapaszkodva a kormányba, hogy a havas úton, és akkor egyszer csak szemből megjelenik valaki keresztbe, akkor nem arra fog gondolni, hogy ez most tökéletesen uralja az autót, hanem úristen, ez mindjárt terébe ver, és akkor lehet, hogy bemegy az árokba. Tehát nem érdemes ilyesmivel ijeszgetni embereket, de este 10-11 után már ott arra nem jár senki. Ez a piroska se vitte autós réteg, igen. A kalácsot, meg a bort, tehát ott nyugodtan lehetett bohózkodni, és általában az volt, hogy mitén volt 6-8 autó, mindenki fölment, aztán mindenki lejött. És ne adj Isten, láttál szemből fényszórót, akkor tudtad, hogy arra vigyázni kell. Tehát, hogy az kevés volt macerás. Most, hogyha ugyanezt megcsinálod egy száraz úton, hát ott abban nem látom annyira. Én nem vagyok elég bátor hozzá. Meg most már lehet, hogy sokkal nagyobb erőkkel lépnének fel ellenem, mint hogy a motorosokkal is volt egyszerűen a Visegrádról
hát, kipaterolták. Az igazság, hogy találkoztunk mi is rendőrrel anno a Mátrában is, meg Visegrád környékén is, általában azért abból ott nem volt macerat, hogyha azt ésszel csináltad, akkor nem kötöttek belé, mindenki tudta, hogy élni, hagyni. De Visegrádon is az igazándiból ez nem erről szólt, és most a motorosokat tiltották ki. Mindegy, ebben ne is szeretik belemenni, ez a hülyeség teteje. De hogy a játszós autó projekt az ilyen szempontból egy kicsit macerás. Tehát, hogy... És akkor mi az, ami mégis tankol benne? Vagy pont semmi, hiszen 2 éve állnak? De szoktunk, tehát hogy időnként azért vannak rendezvények, meg 2 hónapja, vagy hogy voltunk lent FRT-n, és nagyon jót autóztunk, és innen is üzenem, hogy nagyon jó volt, irtózatosan jó volt a pálya, klassz pályát raktak ki, tényleg irtózatosan jó pálya volt, nagyon jót lehetett autózni, csak az abban, hogy ritkán. És össze kéne szedni magam, és el kéne menni rendesen rázóköves autózni is, mert az már régen volt, hogy rendesen pályán autózik az ember, mert azért az a jó autózat, tehát ott kell precíznek lenni, meg ügyesnek lenni, csak ez mostanában így egy kicsikét hátrébb szorult. Mondjuk, hogyha lenne egy Total Car pályanap... Ha lenne, egyébként gondolkoztunk rajta. Gondolkoztunk még rajta, nem kizárt, hogy lesz, de... Bár az Embrin nem kicsit, lehet keresztbe. Igen, egy kicsit így. Nem, hát nem is... Nem de az így autózás is jó, igen. Nem kell, hogy keresztbe lehessen menni, hanem jót lehessen autózni, mert ott azért a tanulságos, de az nagyon érdekes játszós autó szempontból, pont az FRT-n lehetett megtapasztalni, hogy egész nap végigverettem a Sierra-val keresztben. Tiltáson, rúgni. Na jó, akkor most menjünk szépet. És ez csak elkezdett melegedni a víz, az olaj, a fék, és elkezdett sütni a kardán alagút. Hogy ilyen szempontból sokkal nagyobb terhelés az autónak az íven autózás, mint a driftelés. De érdekes. Mert hogy hiába forgatod a motort, de igazándiból nem terheled, mert nincsen tapadásod. Igen. És nem fékezel nagyokat, mert nincsen akkora tempó, és a motor is át tud öblíteni, folyamatosan van fordulatszám, forgatja a vizet, és abban a pillanatban, hogy elkezdesz kanyarból kigyorsítani, tapadsz 2500-3000-ről teljesen nyitott pillangóval tolod neki, és gyorsítasz, és akkor utána valahol 100-120-ról nyomsz egy satúféket, és... Igen, a fék azért az kapja nagyon pályán. Igen, és hiába van nagyobb hűtés, mondjuk a levegő által, attól még maga a rendszer az túl melegszik, meg elkezd. Igen, hiába mész gyorsabban, igen, sokkal az nagyobb terhelésnek teszed ki, és ez igen. Előző, azt gondoltam, hogy a drift ilyen szempontból jobban üti az autót, de ez a rész. Más szempontból tudja ütni. Más szempontból, igen, futómű például, hogyha egy kicsit rosszul kanyarodik az ember, volt már rá vagy például, hogy... Vagy ezek a jó betonalapos repterek. Igen, hát ott egyszer egy ilyen téli bohóckodás alkalmával sikerült. Minden alkalommal jó volt az ív, de gumit cseréltem kipróbálni, hogy most akkor foltosan hol havas volt a pálya, hol száraz, és ahol havas volt, ott a téli gumival adta ki jól, ahol száraz, ott meg a nyári gumival adta ki jól a dolog, vagy egy kicsit vizesen. És akkor próbálgattam, hogy melyik micsoda, és valamelyik ilyen átállásnál rosszul adta ki az ív, és egy pályaszélén levő betontuskónak, de tudod, ilyen 25-tel dír. Mi semmivel. De így át onnantól kezdve a hátsó kerék, mert hát 25-tel telibe verted hát a betontuskónak. Ez pont 25-tel volt több a sebesség, mint amennyi kellett volna, az, igen. Az nem ideális, de hogy a játszós kocsi projekt ilyen szempontból mindenképpen egy kicsit problémás, és hát a másik, hogy amiről beszélgettünk is múltkorjában, hogy most akkor milyen játszós kocsit lehet meg hogyan. Hát ez éppen, hogy ez nem olyan egyszerű. Az előbb a szervizköltség kapcsán is előtt, hogy ha építesz magadnak ott, akkor ez már drágább tud lenni. Te tudsz még venni hátsó kerekes autót pár 100 000 forintból, Sierra-t is kapni 2-3-400 000 forintért, de azon biztos lesz még mit csinálni. És ha nem magadnak csinálod, akkor az drága. Tehát, és hogyha nem Sierra, mert ugye mi hozzá vagyunk szokva ehhez, hogy a 80-as évek autóiban gondolkozunk, de azért ezek eléggé fogynak. Tehát, hogyha mondjuk egy most 10
éves, 20 éves autó, az mi lenne? Mert én pont ezen gondolkoztam, hogy ez működhet még manapság, hogy hát, egy ilyen régi, egyszerű igen, autóba beleülsz. A vicc az, hogy ugye az iMiV az eredetileg i. Az egy benzines autó a japán piacon. Három hengeres turbós, és még összkerekes is volt belőle. Amúgy az érdekes amikor, lenne, azt kipróbálnám. A kei autókban vannak ilyen elborult dolgok. Igen, igen. Az iMiV-nek, és ránézel az első kerék alatti műanyag burkolatra, akkor ott lát, be van jelölve, hogy ott kell kivágni az összkerekeshez, hogy a fél tengely elférjen. Bence, bármire tereljük a témát, mindig visszajöttünk az iMiF-hez. Igen, mert egész aggasztó. Mert ugye oroszoknál nagyon sok olyan autó van, amit a japán belpiacról hoznak be, és jobb kormányos. És lehet találni ilyen pár évvel ezelőtti benzines i átalakítást driftre. Kicsit kiszélesítették, tettek bele másik motor, de ugye hátul hajt. Vagy akkor lehet i3-asod, meg még egy pár olyan, ami egy hátul hajt. És mondjuk erre alkalmas, igen. Elektromos, majd, nem most, mert most még drága, de majd egyszer majd ez lehet. Egyébként meg miből válogathatsz? Mercedes, BMW, Lexus, MX-5? MX-5 lehet azért. MX-5. Igen. De azért ezek is már nagyon drágák, tehát már ez nem pár százezer. Tehát mondjuk egy E39, ami mondjuk most az az öreg 5-ös BMW, azért annak az üzemeltetése, a működés képesen tartása, ott már az azért sok, tehát, ott már azért sok rendszer van. Az nem ez az egyszerű, mindent kibíró, üthető, vágható autó. Nem tudsz olyan sok mindent csinálni. Ahhoz ügyesnek, okosnak kell lenni, utána kell olvasni, nagyon bele kell ásni magadat ahhoz, hogy hobbi szerelőként te ezeket a dolgokat meg tud csinálni, mindent meg lehet csinálni, de sokat kell vele foglalkozni, de én látom ilyen autószerelő ismerősöknél, meg Facebook csoportokban is, hogy azért manapság egy 10-15-20 éves autónak a karbantartása, az komoly képzettséget igényel. Hát meg ugye az sincs kész gyárilag, tehát hogyha még gyári és jó állapotú. Ja igen, de gyárszos autónak még akkor az önmagában. Akkor is messze vagy attól, igen, hogy úgy mozogjon. Kell működjön. Igazából egyébként nagyon érdekes, kakuszi haverom pár évvel ezelőtt, így kvázi nyugdíjas korára találtak ki, hogy kéne neki akkor egy játszós autó, és akkor vettünk neki egy Sierrát, és vele szoktunk járni FRT-re. Akkor azt a Sierrát vette egy nyugdíjas tanárnőtől 150 ezer forintért, és nagyon jókat szoktunk rajta röhögni, hogy ezek, ha látná a szegény tanárnő, hogy mi történik manapság az autójával. És nagyon sokáig, sőt, igazándiból most is széria közeli az autó. Uh-huh. Tehát amikor így játszani megyünk, akkor le van hegesztve a diffje, természetesen egyébként nem, hiszen rendszámos az autó. Ja, akkor biztos, hogy nem. De nincsen kormányszög módosítva rajta, nincsen Scorpio futómű alá téve. Tehát nincsen semmiféle ilyen verseny körülményekre felkészítve, hanem csak a saját örömére. Isten bizony, minden FRT-n kicsit kölcsön szoktam kérni, hogy hagyd menjek vele egyet. Kakuszi a mérnökember, és amikor tönkrement benne a pillangó pozíciójeladója, a Sierra, 1990-es Sierra-ban is volt ilyen, igen. Akkor ő utána nézett, hogy igen, mikor megvan a megfelelő potméter érzékel, akkor azt hogyan kell úgy a helyére tenni, hogy mindig mindenhol a megfelelő értéket adja, mert hogy ennek megvan a gyári leírása. És olyan gázreakciója van annak az autónak, hogy őrület, és jó erőben is van az autó, padra is föltettük, 120 lóerő fölött tud. És úgy jól is megy, meg jól csinál mindent, és baromi jó vele menni, miközben egy gyári autó. Tehát, hogy milyen motor ez? 2 liter DOHC. Ami nem tartozik a legendás, a Pinto az sokkal legendásabb motor, és azt puturbosítanak még minden, ezen nem kell semmit csinálni, 120 lóerő. Lelkes, pörgős. De nagyon jól adja le a teljesítményét, és így, hogy tisztességes futómű van alatta, tehát hogy tisztességesek a lengéscsillapítók, nem lobog az autó, lehet, hogy a felújítás közben valami kis keményítést kapott, de semmi extra, tehát nem kellett tűfmat feketét fújni rá, hogy átmenjen az akár. Tehát ez egy vállalható, normál utcai autónak minősíthető autó, és még ezzel is nagyon jókat lehet autózni, és akkor mindig eszembe szokott jutni, az is egy Fordos film volt, valamikor a 90-es években készült, vagy 2000-es évek elején, a Fordék kitalálták, hogy onnantól kezdve megvolt az alagút Angliában, hogy Angliából Amerikába autóval.
csinálnak egy ilyen expedíciót, és akkor ma ugye vasfüggöny nem volt, tehát elméletileg keresztül lehetett menni az ex-Szovjetunión is, és Mondeókkal, Ford Maverickekkel, amik Isuzu, azt hiszem Isuzuk voltak eredetileg. Nissan Terrano volt? Vagy melyik? Terrano. Igen, mert az Isuzu az Opel volt. Igen, Frontera. És ugye Európa megvolt, jött a rendes orosz tél, mert ugye az volt a cél, hogy akkor menni, amikor... Be volt hagyva, és át lehet menni. És ugye, hogy ne tévedjenek el, ezért fogadtak olyan helyi sofőröket, akik így tudják, jártak hogy kell arra menni. Igen. Ugye, az autókat éjszakára nem volt szabad leállítani, és mikor reggel elindultál vele, akkor először mindegyik autó olyan volt, mintha nem lenne benne futómű. Kockásra fagyott a lengés csillapító benne. És akkor ugye jöttek az összkerekes terepjárókkal, meg jöttek a szimpla Mondeókkal, azt hiszem azok nem összkerekesek voltak, de még az is lehet, hogy összkerekes volt. És mikor valahogy beleült a Mondeóba, hogy majd akkor azzal megy elől, és akkor mutatja a tempót, meg az irányt, meg a mindent, akkor az orosz nem tudták követni az angolok a többi autóval, mert ugye őhoz volt szokva, hogy ő ezt ladával csinálja. Jó, az kérdés, meg aki egy kevésbé pályára épített autóval is tud jót autózni, az jól tud vezetni. Tehát lehet még keményen futómű, azzal még gyorsabban, még ügyesebben, még precízebben tudsz autózni, de igazándiból egy ilyen egészen gyári közeli autóval is jót lehet autózni, hogyha akar. Az ember is persze lehet előrébb menni, de mondjuk itt én egy szlalomozni szerintem egy mostani bármilyen utcai autóval nagyon élvezeteset lehetne. Egy ilyen méretben megfelelő teljesítményben jó autómat. Igen, egyébként sokan a rossz végén fogják meg, hogy már azonnal meg akarják építeni nagyon durvára. MX-5-nél látom ezt, hogy már azonnal megvan, és akkor egyből rá kell költeni azokat az óriás pénzeket, ami a ténylegesen jó coil over és stabilizátor. Nem azt mondom, saját képére faragja lassan. Ami tök jó, mert nyilván ezek minőségi alkatrészek, és jobb lesz tőle a kocsi, de a vezetési képesség az tényleg nagyon sokszor van előrébb, sőt, mindig előrébb van. Hát amikor az ember rendesen pályán autózik, és tényleg odafigyel arra, hogy mit csinál, hogy csinálja, az, aki ügyesen megy, az milyen íven megy, nekem sikerül-e azon az íven menni. Én is körülbelül annyival jövök-e ki abból a kanyarból, mint a másik, amiknek hasonló autója van, de tudom, hogy jobb, akkor ott azért nagyon sokat lehet tanulni, és nem feltétlenül a futóművön, meg a féken múlik, be persze. Igen, először kölcsön az ember futóműre meg fékre, ez az alap tézis szokott lenni, hogy nem teljesítményre, hanem futóműre meg fékre költünk először, mert azzal hamarabb fogsz tudni akár másodperceket is hozni, még mondjuk egy MX-5-nél egy 140 lóerősből, mire 180 lóerőt csinálsz, azt a plusz 40 lóvat belevarázsolod, az nagyon sok pénz, és ezzel a plusz 40 lóval nem biztos, hogy annyit fogsz tudni érni, mintha ugyanazt a mennyiségi pénzt futóműre költötted volna az autóra. Persze. Jó, ahhoz, hogy a futóműből ki tud autózni, a plusz másodpercet kell, ahhoz viszont neked kell jónak lenni. De pont ez a szép ebben, nem? De ennek pont ez a lényege, hogy magadat fejleszd. Ehhez fejben át kell tudni állítani magát az embernek, és lemenni alázatosba, és bevallani, hogy nem tudok még eléggé vezetni ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy ezt mindent ki tudok autózni belőle. De pont tegnap beszélgettünk erről a Pukbalásra, hogy az is kulcs. Az autóknak a javarészét nem tudjuk kiautózni, vagy nem tudnák az emberek kiautózni. Most oda teszem egy Euroringre, vagy akárhova, beülteted a Michelist ugyanabba az autóba, és neked mögötte kell menni, soha a büdös életben mögötte maradni, még gyakorlott autóvezetőként sem. És egy bármilyen egyszerű egynégyes akármiről beszélhetünk. Persze, nem tudjuk kiautózni azt, ami benne van. Tehát, de élvezzük, és ez a lényeg. Igen, úgyhogy játszós autóknak kénytelen összemenni. Kicsit vagy elektronosak, vagy játékautó. Mit hoztál nekünk? És ugye mondtátok, hogy na. Autó, játszós autó, és akkor tessék. Világos kell? Mikor szóba került, hogy játékautó, játszós autó, ja még mielőtt ebbe belemerülnénk, a másik, ami nagyon fontos, hogy a villanyautózás.
hogy gondolná-e az ember, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a modellezés leképezi a valóságot, de hogy az RC modellezés az gyakorlatilag elővehetítette a valóságot. Mert a 70-es években, amikor már volt jó rádió, akkor egy RC autó az semmi mással nem tudott működni, csak belső égési motorral, robban, kis nitrós motorral. Egy repülő csak robbanó motorral. Tehát vagy vitorlázó volt, vagy egy kicsike motorral működött. A helikopter is csak az, a hajó is csak azzal tudott működni. Egészen addig, amíg el nem kezdtek viszonylag jó elemeket árulni, viszonylag jó akkumulátorokat árulni, és most nézzünk meg körül, látsz te belső égési motoros drónt? Nem. Nem, hát senki nem rakja bele, hát sokkal jobban vezérelhető, és az energiasűrűség, a teljesítménye, nem tudom, micsoda. RC-o meg az, hogy nagyon sok fele tud mozogni, és ez nem zavarja meg az olajozást, meg az egész működést. Igen. De és ez érvényes mindenre, az RC autókra is. Létezik még természetesen akár benzines, akár nitrós autó, de az esetek nagy részében ezzel nem bohóckodik senki, mert bár gyorsan meg tudsz tankolni egy nitrós bagit, kiállnak vele a boxba, túlnyomással megtankolják egyetlen másodperc alatt, és lehet visszamenni, és ezt értelemszerűen egy elektromossal nem tud megcsinálni, mert még az akkumulátor csere is tovább tart, de hogy a játékautók mutatták az az útvonalat. Na, de visszatérve erre, hogy szóba került a Lego, és hogy akkor ott mik vannak, meg hogy vannak, és arra mindig eszembe jutott az autós analógia kapcsán, ugye megy a nyafogás, hogy merre régen minden sokkal jobb volt, merre ezek a mostani dolgok, az elektromos autó, az új autó. Igen. És hogy a Legóban is van ez a régen minden jobb volt. És bizonyos fokig tényleg volt egy olyan időszaka a Legónak, amikor azt lehetett mondani, hogy az akkor éppen nem olyan nagyon jó, de ezek a mostaniak, ezeket napi szinten fogom a kezemben, nézegetem őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ezek sokkal jobban tetszenek, mint amik a mi kölök korunkban volt. Egyetlen egy baja van, ugyanaz, mint az autóknál, hogy ezt már nem értem. Tehát, hogyha ezt a virágkészletet nekem kellene megépíteni, soha a büdös életben nem tudnám megtervezni. És a másik, ami nyafogás szokott lenni, hogy de bezzeg, a régen meg nem voltak annyira specializált alkatrészek, most meg tele van specializált alkatrészek, és akkor nem lehet annyi mindent építeni. És nem olyan régen pont volt egy ilyen komment vita, hogy most akkor lehet, vagy nem lehet, és ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, aki azt mondja, hogy régen több mindent lehetett, hogy nem, most sokkal több mindent lehet, csak nem, ahogy itt is nem tudjuk, mert teljesen átállt az építési mód, az, ahogyan az alkatrészeket egymáshoz tettük a 80-as, 90-es években, mert ott igazándiból egy ilyen függőleges építés volt, hogy minden alkatrészt egymásra tettél. Nagyon kevés volt, amit így 90 fokba elforgatva, mint én az autóknak a fényszóróját tetted úgy. És igen, egy-két apróság, igen. De alkatrészeket nem építettél úgy is. Hogy vannak, mit tudom én, technik készletek. Mert régen az volt, hogy adták hozzá az összerakási, és mindig volt benne még egy-két alternatív építés. És most ez már nem szokott benne lenni. És akkor lehet rajta keseregni. De az internet az mindig tele van alternatív építésekkel. Na, de, és pontosan ez az, hogy az őrület, hogy volt az Icons sorozatban egy 911-es fehér Porsche. Nem csak abban, nagyon sok egyéb más készletnél is van ez így, hogy emberek kitalálják az alternatív építést. És ebből a Porsche készletből valaki megcsinált egy Lamborghini Countach-t. Úgyhogy csak azokból az alkatrészekből anyagban benne van. Nem. Természetesen maradhat ki belőle alkatrész, de más alkatrész plusz ne kelljen hozzá. Igen. Egy Porsche-ból egy olyan Countach-t épített, hogy ezerszer jobban nézett ki, mint a Porsche. Most ezt a Countach-t nagyjából megcsinálta a Lego is, nem pont ugyanazt, de egy fehér Countach is jól néz ki. De hogy vannak ezek a nagyon durva autók, a Bugatti Chiron, a 911 GT. Amik a nagyon nagyok. Ugye nagyon azok, ami ilyen 1.12-es, vagy még annál is nagyobb. Flatnyos váltó van, meg igen. Minden. Hogy meg váltó, rendes váltó. Igen. De hogy flatnyos. Tehát ez működik a szerkezet. A kormányról tudunk léptetni a váltót, mert rendes váltó volt, mert az 1980-as technikben is, de az még rendes karos váltó volt. Hogy ezekből csinálnak olyan alternatív építést, hogy olyan mennyiségű alkatrészből van, hogy nem tudod fölfogni, és mégis megcsinálják, és hogy
mennyire lehet mindenből mindent építeni, tessék, ez nem virág. Ha nem? Hát ez például tele van autóalkatrészekkel. Ez nehéz így elsőre belelátni. Próbálom a méreteit összeadni fejben, mert mondjuk ezekből a szirmokból én simán el tudnék képzelni akár géptetőt is. Igen, igen. Lehet, hogy ezen a képen talán egy kicsit jobban látszik. Uh-huh. Ez ott van a két sárvédőív. Ez egy kis egyszerű kis autónak az elő. Látom már, igen, csak a szín is egy kicsit becsapó. Ezek általában tetők. Aha. De nagyon sok olyan, tehát mit tudom, most pont tegnap volt a kezembe egy olyan készlet, amiben megcsináltak egy magnó kazettát. És a magnó kazettának két orsója, az két autókerék. De jó. Az kiadja, igen. Az. Igen, igen, de, igen. De igen, nagyon igen. Sok olyan dolog van. Van egy rózsacsokor, abban például kifejezetten csak önmagában sárvédő ívekből rakják össze a rózsát. Nagyon sok, alapvetően olyan alkatrész, amire azt gondolnak, hogy másra nem alkalmas, az például akár virágot lehet belőle építeni, meg van olyan virág. Ezen most olyan más, nagyon speciális alkatrész nem lettek, de volt olyan, amit így néztem, hogy opasz, meg nem hiszem el. Ilyen kis hozzáadott kis érdekes alkatrész, és nézed, hogy ismerős valahonnan, igen, csak nem így van beépítve, hanem így van beépítve. Aha. A minifigurának a generális vállapja. Azt, ha megfordítod, az gyönyörű ilyen csészelevél, vagy nem tudom, micsoda. Óriási. Tehát, hogy igenis, hogy nagyon, nagyon sok mindent lehet építeni. És van már erre a komplet erre a készletre autós alternatív építés? Vagy nem kerested még? Ebből nem kerestem meg, hogy ebből össze lehet-e építeni autót, de bármit lesz, pont tegnap láttam egy olyan videót, hogy ember így látott, aki hogy... esetleg rá akar keresni, az a 10-280. Igen, hogy egy ilyen unikornisos készletet, így látod, hogy az utolsó, az unikornis szarvát így összerak, és így... És ráküzdött a kamera... Hát neki valahogy ebből is Millennium Falcon. Az unikornisból is tud Millennium Falcont építeni. A másik, a jajveszék, és ezt a sárvédőívet használják a rózsánál, és ez most egy viszonylag friss készlet, turistabusz, hogy ez is egy olyan készlet, hogy ez ilyen egyszerű, nem különösebben nagy, nem különösebben kicsi készlet, de fognak a súlyát. Ebben azért jelentős alkatrészmennyiség van. Úgy nehéznek tűnik. Igen. És hogy ez a kategóriájú készlet 15-20 évvel ezelőtt nagyságrendileg a tized mennyisége alkatrészből állt, vagy még annyiból se. Ez pedig a 60-407. És egyébként arányaiban egészen olcsó a Lego most, nem? Ahhoz hát, képest. Ha azt nézed, hogy mennyivel részletesebb, mennyivel több alkatrész van benne, mennyivel érdekesebb az építés, és ezt azért is hoztam, mert ez nem csak azért egy kapcsolódó készlet addig elmondottakhoz, hogy mennyivel részletesebb, hogy nézd meg, hogy nem nagyon látsz rajta kívülről legó kockát, mert szépen kockát, mindenben igen, van építve, nagyon igen, szépen, igen. Nagyon részletesen össze van rakva, működik minden az ajtó, amit csak akarsz, és itt a majdnem azt mondtam, hogy tábla, de ez a viszonylatjelző. És nem tömegközlekedés, hanem közösségi, tömegközlekedés, mindegy. És ugye le tudod szedni a tetejét, és akkor benne is tudsz építkezni. Na de, hol van a másik kapcsolódási pont? Hogy a mai témához. Bizony, elektromos. Elektromos város nézőbusz. Jó, hát egyébként. Igen, látom, itt van hátul benne. Most, hogy ez cserélhető akkumulátorosan, vagy sem, azt nem. És akkor nem ezzel forgatja a kis viszonylati jelzőjét? Nem, azt te a kis kezeddel tudod szerintem forgatni, de nekem az nagyon úgy tűnik, hogy ez egy mozgatható dolog. De hogy egy ilyen jellegű busz a klasszikus Legoland készletekben az csak 4 bütyök széles lett volna, nem 6, és sokkal kellene lett volna játszani. Igen. És az a másik, ez a másik, ez most egy nagy kedvencem, ez igazán, hogy nem egy beszerezhető készlet, ez egy
GWP, a legújultak körében Gift with Purchase ajándék, amit ilyen 70-80 ezer forint vásárlás mellé adhattak ajándékba, mert idén 35 éves a Lego űr téma. És ami, bocsánat, itt. Ez a 47-12. Ebben van egy csecsemő. Igen. A bokocsiban. Igen. Ő itt az űrhajós. De jó. Ez egy 40 évvel ezelőtt Jenny. Lego szériának a kvázi kicsinyített utánérzése. Nem pont ugyanígy nézett ki a rakéta állomás, nem pont ugyanígy nézett ki a holdjáró rakéta kilövő autó, de nagyjából így nézett ki. Bence, te vagy jó helyzetben, rájöttem, mert hogy igazából te nyugodtan megmondhatod nem sokára, hogy a gyereknek veszed. Hogy miért veszek játékokat. Igen, mert neked nem kell magyarázkodni senkinek. Egyrészt mert megtettem, okay. Másrészt meg igazándiból nem magadnak veszed befektetésnek. Hát akkor nem szabad kibontani, de ezt úgy kibontanám. Hát valamit ki lehet bontani, mindenkinek azt szoktam mondani, aki kicsit érdekesebb készletet vesz magának gyereknek, hogy legalább a dobozt meg a használatit rakja el. Mert később az így fog viszonylag sokat érni. Tehát ugye a nagy technik készletek is azért mostanra már minimum dupla áron tudnak gazdát cserélni, de valami tripla négyszeres áron. A Speed Champions nem hoztam, pedig az lett volna igazán ide témába vágó, de valamilyen nem jutott eszembe. A Speed Champions... Néztem is, hogy másik műsorban jöttél, vagy minden igazából kimagyaráztatás, szóval az a világos kertnél azért volt egy gondolatom. A Speed Champions egy olyan sorozat, ami gyakorlatilag modellautó piciben, tehát hogy megcsinálják a mindenféle típusokat. Most éppen van egy nerszetjük, G-osztálya, meg AMG Mercedes, egy olyan gyönyörű fekete G-osztályos Mercedes van benne, hogy és ugye, hát bármilyen vitrint el lehet valami szállítani. Jó Lego kockákból, akkor egy G-osztály. Ugyanúgy, ahogy nekem az S1 Quattro az egyik kedvencem. G-osztályt most kihozták technikből is. Igen? Igen. Az a nagyon nagy, aha. Szép nagy G-osztály. De ahhoz hogy... kellett sokféle ellen. Igen, Speed Championsből én arra azt hittem az elején, hogy azt el fogják kapkodni, mert hogy igazi autóknak megcsinált kicsit más, és nem nagyon ment. De most arra már rendesen ráfeküdtek autógyárak is, mert mindegyiknek szépen licenszelt hologrammos matricája meg egyebek van, és az első Speed Champions-ök, azok most már, amik ilyen 4-5 ezer forintok voltak akkor, azt most, hogyha bontatlan dobozza 40-50-60 ezer forint simán, akkor lehet, hogy megéri kettőt venni, nem mondtam olyan hülyeséget. Abszolút nem. Hogy simán lehet ezt befektetésként is kezelni, és vannak is ilyen csoportok a Facebookon is, hogy Lego befektetés, tehát hogy annak, hogy kifejezetten befektetési céllal vesznek készleteket, mert különösen az ilyenek, egyébként ez, befektetési tanácsadó is leszetek végre egyszer életemben. Voltak, akik már kérdezték, hogy miért vegyenek, és én azt mondom, hogy az ilyen autós készletek, mert egyébként a Star Wars készlet az egy örök ilyesmi téma. De az autós készletek azért gondolom, hogy viszonylag jók, amik konkrétan valami típus dolgoznak föl. Tehát mint technikből egy ilyen általános technik készlet, az nem biztos, hogy föl fog menni. De ami egy konkrét Porsche, konkrét Land Rover, konkrét nem tudom micsoda, az lehet, mert majd egyszer meg akarja venni valaki az apukájának, anyukájának, gyerekének, akárkicsinak azt a Land Rovert, amilyen van neki, de már nem lesz. Csak az, ami 20 évvel korábban létezett, vagy 5 évvel korábban, és akkor ezeknek mindenképpen jó az értéke. Igen. Akik most kezdenek el, Speed Champions, de akkor abból a teljes szériát ki kéne rakni, nem tudja megvenni. Igen, nem lehet állandóan kapni. Tehát ugye ezek kifutnak. Csak olyantól tudja megvenni, aki a szabad piacra kiteszi. És hogyha van kereslet, igen, de ebből... De nem nagy a kínálat, akkor az ár, az abba az irányba fog menni. A legtöbb Speed Championsban viszont rengeteg van, nem? Tehát ilyen felfoghatatlan. De ugye ezek azokat... Jó, értem, hogy az idő az limitált. Születésnapi ajándéknak olyat szeretné megvenni, aminek megvan a doboza, benne van a használati útmutató, vagy ha saját gyűjteményedbe akarod, akkor olyat, amelyik tuti egybe van. Most Speed Champions, az nem egy különösebben drága kategória, azt megveszi egy csomó gyerek magának. Azt szerinted... Neki azt meddig van merre az összes alkatrész? Igen. Értem. Tehát, amikor olyat akarsz, akkor az különleges.
abban, amiből hiányzik egy-két alkatrész, az már nem ugyanaz. És vannak speciális alkatrészek, ami mondjuk csak abban a készletben van. Ez egy nagyon érdekes. Ennek az eredeti verziója valami 83-4-ben jelent meg. És Lego Technic kerekei voltak. Azzal a fajta tengellyel, hogy vannak ugye ezek a Technic pinek, mert teszem ide benne. Ami ilyen a Technic pin, hornyok vannak benne, és rá lehet. Igen. Pin. Egyben pattintottál dolgokat. És ebből van egy olyan, hogy az egyik oldala pin, a másik oldala meg ez a négy ágú tengely. És akkor azt így beletoltad egy valamibe, és akkor azon tudtál kereket forgatni, vagy fogaskereket, vagy akármint. De ezt a készletet, ezt a space készletet úgy találták ki, hogy fekete gumi mellé, nem szürke felni, mint a technikekben van, hanem fekete felnie legyen, és a fekete felniben bénán nézett volna ki a szürke pin. Ezért csináltak hozzá fekete pint. Közben viszont a Legónál rájöttek, hogy a technikben érdemes csinálni nem csak ilyen klasszikus, egyszerű egymásba csúsztatós pint, ami könnyen forog, hanem olyat is, aminek vannak ilyen kis picike dudorok rajta, amit nem tudsz már úgy elforgatni. Az szorul. De hogy ne lehessen összekeverni a többivel, ezért ezek feketék lettek. És innentől kezdve a fekete pinek, meg tengelyes pinek, azok mindig szorulnak. És hogyha ebből elvesztetted az eredetiből a forgatható fekete pint, akkor vagy beleteszel egy szürke pint, és lefested feketén, és örülsz neki, vagy piszkálja az agyadat, és akkor faragsz hozzá, vagy veszel egy eredeti pint. És nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem a Bricklinken 8000 forintért láttam eredeti. Jézusom, az szép. Egy darab ilyen pint, mert hogy nincs. Földön égen nincs. És hogyha te egy igazi, eredeti, akkori alkatrészekből álló készletet akarsz csinálni, akkor ez kell neked. Nem használhatsz hozzá kínait, mert a kínaiba van, hanem neked eredetit kell, és akkor az ennyibe kerül. De ilyenekből, nem tudom, hogy láttátok-e, van egy ilyen szivárvány színű készlet. Hogy szivárvány színű alaplap, és akkor azon szivárvány színű minifigurák vannak. Everybody's Awesome, ez a készletnek a neve. De hogy akkor teljesen olyan színű a figura, igen, azt láttam. A piros csíkon. Tehát a keze is figura, olyan, ugye? A keze is piros. Igen, azt láttam. A haja is igen, piros, igen. A sárgának minden a sárga. És persze jöttek, hogy mert micsoda szörnyűséges szivárvány propaganda ez az egész, de én azon röhögtem a legjobbat, hogy majd ezek az alkatrészek lesznek majd egyszer nagyon kívánatosak, mert ugye ez megint olyan, ami semmi másban nem volt, csak ebben. És egy picit megfordult a dolog, mert ennek a készletnek a mintájára a Lego Classic Space-nek nagyon komoly rajongói köre van. És a Classic Space, abban ugye volt ez a fehér-szürke, kék-szürke témavilág, aztán később jött egy pár másik színvilág, és az űrhajósok azok klasszikusan fehérek, sárgák, pirosak, kékek, aztán jött fekete, és még jött egy-két szín hozzá, és akkor kitalálták, hogy ők űrhajósba is meg akarják csinálni ezt a szivárvány topikot. És kiderült, hogy valami másik ilyen gyűjthető minifigurából lila űrhajós nem volt, de a Lego kihozott egy ilyen alien mutáns minifigurát, aminek a torzóján rajta volt ez az űrhajós logó, és hogyha a lila figurának kipattintottad a kezét, bepattintottad ebbe, összenyomtad a lábát, rántetted a fejet, akkor már volt egy majdnem kész űrhajósod, de nem volt sisakod. És kiderült, hogy a 2000-es évek elején volt egy olyan castle készlet, amiben pont ilyen lila sisak volt, de csak abban a készletben, ami lila sisak a kutyának nem kellett, tehát a Bricklinken meg tudtad nézni, hogy ugyanannak az évnek mondjuk, mit tenni, a február-márciusában az a sisak, meg akartad venni, akkor vidd 5 forint, 10 forint, 20 forint, akármennyi. Elkezdték ezt menni, 5000 forint volt a sisak. Másonban nem tudtad megszerezni. Akartál egy színsort kirakni figurából, akkor ez így volt. De hogy én azt gondolom, hogy az autós készletek, az pont ezért autós, motoros készletek, azok szerintem ilyen szempontból jó befektetések lehetnek. Még akkor is, hogyha összerakod magadnak, de megvan minden, és megtartod hozzá a dobozt, meg az összerakási útmutatót. Tehát akkor az IMEA egy nagyon jó driftautó,
A Sierra még mindig a játszós autó. És befektetésnek csak Legót. És abból is autós. Hát igen, tehát hogy autót ne vegyél befektetésnek jó eséllyel, autós vagy ha veteránt veszel esetleg, akkor azzal sokkal több a nyűg, mert egy Legó készletnek csak egy száraz szoba kell, tehát hogy azzal simán nem tudsz lenni. Ja. Köszönjük szépen a heti égéstől hallgatást, jövő héten folytatjuk. Gyeresipi úr, máskor is. Bármikor. Sziasztok. Hello. A műsor támogatta a használtautó.hu.